Már 2500-an küldtek fényképet a Szombathelyi Portré 2024 programba. Összesen 5000 fotó szükséges ahhoz, hogy megvalósuljon a szombathelyi önkormányzat elképzelése, tájékoztatta az Agora munkatársait a jegyző. Az önkormányzat ebben az évben indította útjára a szombathelyi identitás erősítő program részeként a Szombathelyi Portré 2024 elnevezési programot. Ennek a lényege, hogy egy óriási szombathelyi tablót kívánunk létrehozni az IZEO melletti üvegfelületen, aminek a különlegessége az lesz, hogy távolról nézve a szombathely feliratot fogja kirajzolni, és ha közel lépünk, akkor pedig a szombathelyi közösséget alkotó szombathelyek tablóképe válik láthatóvá. Az ötlet jótékony célt is szolgál. Minden egyes beküldött fénykép után 1000 forintot adományoz az önkormányzat a Zseboroszlán Alapítványnak. Március végéig a helyi óvodák között alkalmi verseny indult. Amelyik óvi létszám arányosan a legtöbb képet küldi el, oda ellátogat Brennyúl, a gyerekek kedvence. A legaktívabb iskolák pedig osztálykirándulásra nyerhetnek támogatást. Az Agora munkatársai is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus kezdeményezés. Én alapvetően a Zseboroszlán alapítvány támogatása miatt csatlakoztam hozzá, de például van egy 4 éves unokahúgom, aki imádja Brennyulat, úgyhogy biztosan szólni fogok nekik is, hogy jelentkezzenek, hát ha meglátogatja őket az óvodában a Brennyul. A tervek szerint arra is lesz lehetőség, hogy a fotókon szereplő személyek utókornak szánt üzeneteket helyezzenek el a képek mögé. Ezeket az üzeneteket okostelefon segítségével lehet majd megjeleníteni. Akik elküldik fotójukat a szombathelyportré.hu oldalra, nyereményjátékon vesznek részt. Egy 300 000 forint értékű rollert is kisorsolnak a résztvevők között.